Szellemírtók, a borzongás birodalma. A szellemírtók új generációja küldetéseik során túl sok kárt tesz a köztulajdonban, ezért a polgármester mindent megtesz azért, hogy beszüntesse a tevékenységüket. Fibi, a csapat esze titokban összebarátkozik Melodival, a tini kísértettel, aki képtelen átlépni a túlvilágra. Emellett pedig egy ősi, ártó démon is kiszabadul, ezért a régi és az új csapatnak össze kell fognia, hogy megakadályozzák New York és talán az egész világ teljes pusztulását. Fú, de beteg. Hamarosan. Na és akkor mi a terv? A szellemírtók vagyunk. Itt maradunk és harcolunk. Fegyverbe, és lőjetek mindenre, ami ijesztő. Az a gömb a jóslat szerint elhozza az emberiség végét. Egy új jégkorszakot. Szellemírtók, a borzongás birodalma. Aha. Hamarosan a mozikban. Polgárháború. Az Amerikai Egyesült Államokban polgárháború tör ki. Az elnök már a harmadik ciklusát tölti, és harcban áll Texasszal és Kaliforniával. Hiába támadja brutális légicsapásokkal a lázadó amerikaiakat, képtelen őket legyőzni. Ahogy közeledik a nemzet legnagyobb ünnepe, a függetlenség napja, az ellenálló csapatok is egyre közelebb kerülnek Washingtonhoz és a Fehérházhoz. A nyugati erők július 4-én érik el a Fehérházat. Be a kocsiba! Minden birodalom elbukik. Te hátra maradsz. Nem fogok hátra maradni. Egy nemzet, Isten színe előtt, egy és oszthatatlan. Mindenkit megillet. A szabadság és az igazság. Fuss! Isten áldja Amerikát! Polgárháború. Áprilisban a mozikban. Bónusz trip. Marshall és Demetrius nem sokban hasonlítanak egymásra. Egyikük komoly pozícióra számít nyomozóként az FBI-nál, a másik inkább rappel influencerként képzeli el a jövőjét. Feletteseik mégis együtt küldik őket el Magyarországra, hogy göngyölítsenek fel egy elsőre egyszerűnek látszó bűnügyet. Segítségül kapnak egy lengyel származású magyar tolmácsot, és kezdetét veszi egy olyan káosz, amilyet még nem látott Közép-Európa. Ónódi Eszter és Árpa Attila főszereplésével. És hagyom, hogy elkapjanak. Helybéli személy tisztes otthon nélkül? Már még nem is zuhanyoztam. Ja, ideig érződik az átélésed. Mit műveltél a haverommal, seggfej? Hey! Menj oda mellé! Megölted egy jó barátomat. 4 évig dolgozott nekem. Mesélj még, mi volt a csillagjegye? Egy hajléktalan összeesküvés az Isten háta mögött, ahhoz nektek semmi közöttök. Mit csinálsz? Ezen kinyírsz minket? Egyetek gulyást és strandoljatok. Itt nem lehet, uram, az országnak nincs tengerpartja. Akkor mászhatok hegyet. Húzd már meg a ravaszt! És ha beteg szülei vannak, akikre vigyáznia kellene? Segítség, segítség! Hozna valaki ennek az olasznak egy pizzát! Lőj! Csak bátran, kérlek, ne habozz! Nem csak meg Maját. Látni akarja a farkamat. Mikor társalogtatok a nemi szerveitekről Majával? Minek hencegsz folyton azzal, amit nincs is? Csak kompenzálsz. Kicsi lehet a cerkád? Na, varázs cerkám van. Még most is naponta nő egy kicsit. Vaskarom. Megtörtént események alapján. Fritz von Erich annak idején igazi úttörő volt, forradalmasította az amerikai pankráció világát.
Több világbajnoki címet is elnyert, de nem csak a ringben, hanem az üzleti életben is kemény kézzel bánt mindenkivel. Fiait abban a szellemben nevelte, hogy mindig maradjanak erősek, és akkor senki nem árthat nekik. Viszont az élet sajnos nem mindig alakul úgy, ahogy azt az ember elképzeli. Tudok neked valamit? Apa túl kemény velünk. Beszélj vele. Erre valók a testvérek. Érzed ezt? Érzed? Na ez fog! Talán túlságosan erőlteted. Jól vagyok, Kev, komolyan. Csak beteg vagyok. Csak tudod, félek, tesó. Elvesztettem a fejem. Szörnyű baleset történt. Le kellett volna állítani. Gondolnom kell a családomra. A te dolgod a birkózás. Tartsd magad az egyességhez, vagy végezz! Gyerünk! Megmondtam, hogy vigyázzál! Imádok a ringben lenni veletek, srácok. Nekem csak ez a fontos az életben.